Itt vagyunk a Playboy Man of the Year diátadó gálán, ahol összefutottam Vastag Csabával, aki szintén jelölt. Hello! Szevasztok! De szerinted mitől lehet valaki az év férfia? Nem tudom. Ha tudnám, akkor írnék egy könyvet róla, és kiadnám, és nagyon sokat keresnék vele, nem tudom. Nézted a vetélytársakat, hogy szerinted ki az, aki a legesélyesebb lehet magadon kívül erre a pozícióra? Igazából néztem, de nem vetélytársak, szerintem itt egy tök jó játék ez az egész, tök jól el hülyéskedünk majd. Én arra várok, hogy egy reggelig tartó bulizásba fog az egész torkolni, és senki nem fogja komolyan venni szerintem. A magam részéről én legalábbis biztos, hogy nem. Nem is olyan régen olvashattuk a rajongói oldaladon, hogy több olyan rajongó volt, aki kicsit túlgondolta ezt a rajongást feléd, és mi van ezzel most? Hogyan kezeled akkor ezt? Ez egy menedzsmenti döntés volt a részünkről, nem én írtam ki, hanem a menedzserem és az egész intézményünk igazából ővel együtt karöltve. Ez egy belső kommunikáció volt, és nem azért írtuk ki, hogy az újságok megírják, hanem az újságok egyszer csak átvették a hírt tőlünk. Mi azoknak szántuk, akikhez ez az üzenet szól. Remélem, hogy hozzájuk el is jutott, és maradéktanul meg is értették. De mit jelent ez pontosan? Hogyan zaklattak téged? Azért nem akarok ebbe belemenni, mert nem akarok személyeskedni, és pont ezért is van ez névtelenül, ezért van tényleg belső irányból megoldva, mert ez nem egy ilyen mutogatás, ez nem egy, nálunk nincs nálunk szégyenfal, meg szamárpad, meg ilyesmi, nem akarok konkrét példákat mondani, de hogy elmondhatnám, az gázosabb lenne, mint amit gondolsz. Tehát úgy képzeljem, mint az ilyen amerikai film, amikor így széttépik a ruhádat, és így ott állnak a ház előtt órákat? Nem feltétlenül rólam van szó, én nem csak magamat féltem, sőt igazán magamat nem tőlük, hanem egymástól szeretném őket és maguktól megvédeni. Gondoltad valamikor, annak mondjuk elkezdted az egész énekel is, hogy egy nap már itt tartasz, hogy tényleg annyira szeretnek, hogy ilyen határokat átlépnek? Pont ez az egésznek a lényege, hogy az én célom nem az, hogy bárkinek is elvegyem a kedvét a koncertjeinkre történő ellátogatástól. Én azt szeretném, hogyha mindenki ott tudna lenni, csak bizonyos etikai határok betartása mellett tudnánk egymást és magunkat is jól érezni. Szerinted akkor milyen egy egészséges rajongás? Nálunk nagyon-nagyon sok minden belefér, úgyhogy képzeld el, hogyha a nagyon-nagyon sok minden belefér, akkor gondolj be, hogy ami nem fér bele, akkor az mi lehet. Úgyhogy nálunk tényleg nagyjából mindenki azt semmit akar, nagyon-nagyon nagy szabadság van. Mert például pont a barátok közben is ez föl volt így dolgozva, hogy mondtad, és így menekülnöd kellett a rajongók elől. Barátok közben azért az valamennyire egy tévéműsor nyilván, ott picit eszenciálisabb. El volt túlozva? Eszenciálisabb. Eltúlozva talán nem volt, de nyilván át volt formálva olyan eszenciális képek ki, amiket hirtelen is meg lehet érteni, és nem kell agyon magyarázni. Tehát ez egy jó vicc volt, egy jó poén. Nyilván nem ez az egész napom, hogy rohangálok lányok előtt, meg nem is tartok tőlük, tehát nem erről van szó. Vannak különböző szituációk, de azért nincs itt erről szó, hogy a barátok köztet egyet be kéne értelmezni. De azért volt már, hogy mondjuk bementél egy plázába, vagy egy nyilvános helyre, hogy annyian megtámadtak, hogy tényleg menekülnöd kellett? Az eddig a legdurvább, ami volt, az egy diszkóban volt, ahol leszették a ruhámat, az mondjuk egy érdekes. De hogyan, hogy letépték? Igen, már nem esett olyan rosszul mondjuk, úgyhogy... Jó csajok voltak? Igazából tetszett, aha, de ez nem szokványos, aha. Bárcsak tudnék énekelni. Próbáld ki, szerintem mindenki tud egyébként. Szerintem ne akaratok hallani, hogy én éneklek. Köszönöm szépen az interjút, aztán gratulálok, ha megkapod a díjat, ha még nem a jelölésnek is. Köszönjük, hogy találkoztunk, szevasztok. Sziasztok.